Az LMP, vagyis a Lehet Más a Politika párt is Bolvári Ferdinándot támogatja a polgármesteri cím megszerzésében. Ez egy sajtótájékoztató keretében jelentették be, ahol a párt országos elnökségének tagja számolt be elsőként a döntésről. Az LMP abban érdekelt, hogy olyan ellenzéki együttműködések jöjjenek létre, ahol az esélyes és a legesélyesebb jelöltek meg tudják fordítani adott esetben egy település sorsát. És itt nem elsősorban az a kérdés, hogy fideszes vagy ellenzéki polgármester vezette eddig a települést, hanem hogy sikeres volt az adott városvezetés, vagy nem. Városunkban most született meg a döntés arról, kit támogatnak az önkormányzati választások során. Nagy Szabina arról számolt be, Bolvári Ferdinánd mellé hosszas mérlegelés után állt be a párt. A tárgyalások már pár hónapja beindultak, itt igazából megmutatkozott az, hogy Ferdináddal tökéletesen egy hullámhosszon vagyunk a város érdekeit tekintve, és azt gondoljuk mindenképp, hogy ő lesz a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Bolvári Ferdinánd örömmel vette a felkérést, illetve a támogatást. Hangsúlyozta, környezetvédőként és lelkes aktivistaként megegyeznek érdekeik a zöld párttal. Ugye ezt kalocsaiak tudják, hogy gerillakertészként ezt nagyon a szívemen viselem, és ahogy az előzetes tárgyalásokon már beszélgettünk programokról, program lehetőségekről, ha lehet más a politikának a környezetvédelmi és természetbarát programjait mindenképpen szeretném beépíteni majd a városvezetés programjába. A Békés Kalocsáért Egyesület polgármester jelöltjét, Bolvári Ferdinándot eddig a Jobbik, és így immár az LMP támogatja az őszi választásokon.